Szolnok megyei jogú város egyik legnagyobb rendezvénye, legnagyobb közönséget megmozdító rendezvény a Gulyás Fesztivál. Kimerem jelenteni, hogy nem csak az országhatáron belül, hanem azon túl is. Nem véletlenül mondta mindezt az alpolgármester. A 21. Szolnoki Gulyás Fesztiválon idén 14 ország részvételére számítanak a szervezők, de jönnek csapatok az egész országból. A rendezvény kultúra közvetítő és közösségépítő ereje a kezdetektől fogva nagy, hangzott el a hétvégi rendezvény sajtótájékoztatóján. Mindig arról álmodtam, hogy olyan fesztiválunk legyen, mint Bajának vagy Békés Csabának, és ezt alapvetően sikerült is, lehet hírben mindenképpen sikerült elérnünk. A fesztivál idei díszvendége Oroszország lesz. Meghívtunk egy moszkvai sztárséfet, ugye a korunk rocksztárjai azok a szakácsok most, és egy úgynevezett fine dining vonalat képviselő 36 éves szakácsról van szó, Alexander Kurbikov. A háromnapos rendezvény nyitányaként főzőversenyen mérhetik össze tudásukat a diákok. Csapatokban több mint 1000 tanuló nevezett a versenyre. Pénteken a kulturális és sportprogramok is elsősorban a fiatalabb korosztályt szólítják meg. A hagyományőrzés volt, amit szem előtt tartottunk, hogy jó lenne, hogyha a Gulyás Fesztivál életébe jobban visszatérne, és éppen ezért egy kézműves folkudvart hoztunk létre, ahol a gyerekek 10 állomáson keresztül a bőrözés, a szalmaszövéstől kezdve, a mézes kalács sipkézésen át nagyon sok mindennel és sok mesterséggel megismerkedhetnek. A színes programkínálat egyszerre szól a fiatalabb és idősebb korosztálynak. Újdonság lesz az Óperenciás Birodalom hagyományőrző játszótér és a retrosarok, ahol népi játékok, régi mesterségek, mesemondók, bábosok várják a családokat. Zenés ébresztő, koncertek, katonazenekari gyepsó, színházi piknik csak néhány a hétvégi, vasárnap estig tartó kínálatból.